Farsangi mulatságot tartottak a Kossuth Gyermekotthonban február 10-én. Jelmezversennyel, színes előadásokkal, tombolával és természetesen sok-sok fánkkal ünnepeltek. Jelenleg 8 csoport van az intézményben, és mind a 8 csoport valamilyen meglepetés műsorral készül, amit most fog megmutatni a közönségnek, és úgy, ahogy szokásos, mind az iskolának a tanárai, mind pedig a gyermekotthon vezetősége egy-egy külön műsorral kedveskedik a gyerekeknek, és így zárjuk idén a farsangot. Rockzenészek, kalózok és húpikék-törpikék alkottak színes formációkat. A Kossuth Gyermekotthon vezetői és pedagógusai pedig a macskafogó egy jelenetével lepték meg a gyerekeket. Az eseményen szívesen látják a környék lakóit is. Ilyenkor mindig nyitott a gyermekotthon kapuja, és rengetegen jönnek Őrmezőről őrmezei emberek, akik érdeklődnek, hogy milyen is itt az élet. Úgyhogy majd a nézők soraiba sokakkal találkozhatunk, akikkel hasonló eseményen szintén összefutunk. Minden évben a Menedékház Alapítvány családok átmeneti otthonából is érkeznek gyerekek a programra, hogy együtt ünnepeljék a farsangot. És mindig örömmel teszünk eleget ezeknek a meghívásoknak. Idén is nagy örömmel jöttünk, készültünk is egy csoportjelenettel. Ilyenkor mindig van nekünk elkönyített asztal, és azért mégiscsak úgy érezzük, hogy tudunk egy ilyen jó és élő kapcsolatot ápolni az itteni szakemberekkel, akikkel nagyjából hasonlóak a célkitűzéseink.